Az Óbecsei Városi Színház az idei évet szorgalmas munkával kezdte. Több új előadás készül a színház kedvelőknek. Mintegy 10 nappal ezelőtt megtartották a Gideonov Csvort című duodráma bemutatóját, és már március 13-ára a műsorra tűzték a Fiatalok Dráma Stúdiójának legújabb bemutatóját, Rázredni Neprijatej címmel. Zdravko Petrovic színházigazgató elmondta, hogy még számos tevékenységet terveznek végrehajtani. Májusban várható egy újabb előadás bemutatója, Biljana Srbjanović, Porodics Nepriče című alkotása, melynek rendezője Igor Pavlovics. Ezzel párhuzamosan dolgoznak egy magyar nyelvű előadáson is. Gion Nándor a Káró katonák még nem jöttek vissza című darabot a fiatal rendező Rókus Zoltán állítja színpadra. Tehát a hivatásos munka mellett a két ifjúsági drámastúdió is aktívan dolgozik. Az egyik szerb nyelven, a másik magyar nyelven. Fiatal színészeink szintén nagyon aktívan kezdtek dolgozni, mind a gyermekdrámastúdióban, mind a színjátszó iskolában. Ami a legfiatalabbakat illeti, meg kell említenem, hogy ők is elkezdtek elég aktívan működni. Aneta Tucakov vezetésével a Gyermekdráma Stúdió Duško Radović szövege alapján a Kakosu nastale ružne reči című előadást készíti. Feltételezhetően ennek a bemutatója is áprilisban lesz. Egy elég intenzív időszak előtt állunk, több bemutatóra készülünk, és az ismert helyzet miatt hosszabb szünet után éppen a héten kedden indult el a színész palánták iskolája is. Úgyhogy az elsőtől negyedik osztályosok is elindulhatnak a színész pálya felé. Ez az előadás pedig az év folyamán lesz majd bemutatva, hogy pontosan mikor, ezt még nem tudjuk. De minden esetre, ha jól számoltam, akkor az idei év első 6 hónapjában 6 bemutatónk lesz. Az év második felére pedig készül a terv, és folynak a megbeszélések. Ennek a naptári évnek a kezdete mindenképpen színvonalas színházi évet ígér Óbecsén.